Hello, üdv mindenkinek! Arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, de lehet, hogy kettő lesz, lehet, hogy három, nem tudom, attól függ, hogy mennyibe fog beleférni. Nem akarok hosszút, csak ilyen kis rövidet szeretnék, aminek nem más a neve, mint egy ilyen furgonos, gyors talpaló. Mégpedig azért, mert nagyon sokszor kapok üzeneteket különböző témákkal kapcsolatosan, hogy mit, hogyan kell csinálni, kell beszélni nyelvet, nem kell, mi van az autóban, mi kell hozzá, hogy furgonos legyen az embernek. Ezért arra gondoltam, hogy csinálok egy ilyen összefoglalót, és ezt most ledarálom nektek, mindazoknak, akik most kezdenék ezt a szakmát, vagy ezt a munkát, hogy legyen bármiféle rálátásuk erre, hogy mit és hogyan kell csinálni, jó? Úgyhogy erről szól, elnézés mindenkinek, aki, vagy mindenkitől, akik nem erre a videóra várnak, de hát kell egy ilyen kis szakmai dolog is az egészben, tehát azért lesz egy ilyen különálló, nem rakom bele másik videóba, hanem ez direkt egy ilyen gyors talpaló tanfolyam lesz, jó? Az ereje különben ennek a videóban nem az lesz, amit én el fogok mondani, bár lehet, hogy egy kis mankót fog adni, hanem arra számítok, hogy a kollégák, akik már régebb óta űzik az ipart, évek óta autózgatnak, azok majd kommentben még hozzá fognak fűzni dolgokat, és onnan is lehet majd csemegézni, és lehet onnan is tanulni majd. Jöjjön a part 1, az első rész. Kezdem azzal, jó, hogy mit kell tudni a munkához, ehhez a munkához, illetve mi kell hozzá. Jó, bocsánat, hogy fogok olvasgatni, csak azért olvasok, hogy ki ne felejtsek valamit. Szóval a furgonozáshoz kell egy B-si jogosítvány, ami egy hagyományos jogosítvány, semmi más nem kell hozzá, illetve a B jogosítványhoz kell egy 102 egészségügyi besorolás, ezt a házi orvosod tudja megcsinálni, hozzá kell elmenni, ő fogja megadni neked, és akkor ez belevésik a jogosítványodba. Nem biztos, hogy ezt fogják kérni, vagy ellenőrizni, de azt mondják a nagyok, hogy ez kötelező hozzá, illetve a jogszabály is ezt írja elő, de nekem még nem ellenőrizték sohasem le. Aztán kell hozzá vezetési rutin is, nagyon sok cég csak úgy alkalmaz, hogyha már van valamilyen féle rutinod, főleg, hogyha van EU-s rutinod, tehát hogy külföldön közlekedtél. Vannak olyan cégek, akik nem kérnek rutint, elvisznek betanító körre, hogy láss, hogy miről van szó, cége válogatja, de én azt ajánlom, hogyha jó, ha rendelkezel egy kis rutinnal. Aztán kell hozzá talpra esettség, gondolj bele arra, hogy ki küldenek egy különböző idegen országba, ahol nem tudod, hogy milyen a szokások vannak, tehát ehhez kell egy olyan talpra esettség a különböző cégeknél, hogyha bejelentkezel, vagy bármiféle konfliktusba kerülsz, hogy ezt jól le tud kommunikálni, és ehhez kell az önállóság és a rátermettség, és hát ha van egy kis nyelvtudásod, az aztán még az extrák közé tartozik, mert igazából a le- és felrakásoknál nem nagyon kell tudnod külföldiül, de hogyha bármiféle konfliktusba kerülsz, és hogy el tud magyarázni, hogy mi a problémád, oda azért szükségeltetik. Nagyon sokan autóznak úgy, hogy nem beszélnek külföldiül, tehát más idegen nyelven, csak magyarul megélnek, csinálják, és igazából nagy problémájuk nincsen belőle. Úgyhogy ha ez nincsen, ne aggódjál, tehát nyugodtan kezd el nyelvtudás nélkül, maximum, hogyha már vezetsz, akkor veszel magadnak ilyen applikáción keresztül, nyelv oktatásokat vannak ingyenesek, úgyhogy ha ezt tanulsz egy picit, az sosem árt. Aztán, mi kell még hozzá? Tűrőképesség, tisztában kell lenned a saját képességeiddel, ez nagyon fontos, ez a vezetési időhöz kapcsolódik, illetve hogy mennyire bírod a fáradtságot, tehát ezzel mindig legyél tisztában, nehogy elbagatellizáld ezt az egészet, hogy te bírod, aztán bealszol, mert akkor belemész a kamionba, vagy lemész az útról. Nagyon sokan itt rontják el, hogy azt gondolják, hogy sokkal többet bírnak, mint amit valójában a testük, és valahogy nem őszinték saját magukkal sem, és ezért történnek balesetek, úgyhogy legyél tisztában vele, és tartsd is be. Tehát, hogyha tényleg úgy érzed, hogy fáradt vagy, akkor azonnal álljál meg és aludjál. Azt szoktam mondani, hogy nincs az az áram, ami fontosabb az életednél. Nagyon-nagyon fontos mondat, úgyhogy figyeljetek a szervezetre, jó? Meg az agyra, hogy mit művel és hogy reagál a dolgokra. Ebből a lamasztikából valamennyire segít a kávé és az energiaital, bár én nem ajánlom főleg az energiaitalt, én nem is fogyasztom, de
Ja, tehát legyél tisztában magaddal, jó, hogy mi segít és mi nem. Aztán, hát igazából ennyi, ami ennyi kell, hogy el tudjál helyezkedni furgonosként.